pedig mondani akartam, hogy nem áll, miért szélzaj, meg ilyen, gyere! Meg akartam várni, mint a szélrohamnak a végét. Nem érdekel, én elindítom. Figyelj. Ott ül a sarokba, szinte mondhatni egész nap. Most mindenkit külön választottam, tehát kéményseprő ott van fönt, ő lefihalt, elvileg 5 darab nyuszia van, de hát teljes mértékben nem láttam át a fészkét, meg nem akarom nagyon piszkálni. Majd eltelik egy-két hét, aztán bele-bele nézegetek. Aztán pecsegyú be van zárva oda, és azért kényszerültem most őket külön zárni. Igen, látom, hogy mit csinálsz egyébként, hogy te oda nézel, ahova én mutatok, és közben a kamera kijözét elfelejtett. Nem baj? Nem felejtem el, csak oda mutatok. Na, borzasztó dolog történt, elképzelhető, hogy átvert. De rohadtul átvert, ugyanis észrevettem azt, hogy elkezdte tépkedni a mellszőrzetét, meg ugye azt lehet is látni az egyik filmben, hogy itt a kiterített zöldet gyűjtötte össze, és elkezdte lehordani. De azt hiszem, hogy 2 nappal ezelőtt... Igen. 2 nappal, most vissza van temetve. Tehát ma reggel ez be volt temetve, és tegnap hatalmas eső volt. Tehát ha oda fialt a nyuszi, nem tudom, hogy élték túl a nyuszik, de a lényeg az, hogy most mindenkit külön kellett amiatt zárnom, mert én éjszakára a féltékenyt a jobb oldali rekeszbe szoktam bezárni, és ott nem találtam kis nyuszikat. Viszont tépkedte a mellszőrzetét, véres volt a vizelete itt kívül, ami azt jelenti, hogy valószínűleg megfialt, vagy álvemhesség, de akkor miért volt véres a vizelete, meg stb. Na de, itt most a lényeg az, hogyha ide fialt ebbe az üregbe, ami itt van lent, és ma már járt itt lent, tehát tegnap előtt is eltűnt 2 órára, akkor már tudtam, hogy itt van lent. Tehát lent egy hatalmas nagy ilyen komplexumot épített magának, tehát ez a bejárat, ez semmit nem mondó. Hát igen, az összes bejárat ilyen egyébként. Persze, épp hogy befér a nyuszi feje, de utána előre jön ki. Tehát eltűnt 2 órára bent, és akkor a hőség azért nem volt, tehát nem indokolt, hogy szerintem elképzelhetőnek tartom, hogy odafialt. És most azon gondolkodtam, hogy tegyek-e valamit, kiássam-e őket óvatosan, és mondjuk fölrakjam-e a fészket oda, mert ugye biztosan tudom, hogy épített egy fészket itt lent. De hogy most odafialt, ezt már nem tudom megállapítani, mert ugye állandóan visszatemeti a járatot, meg... De az? Igen, a féltékeny. Igen, ő elkezdte már tépkedni a mellszőrzetét, véreset pisilt, és előtte 4 nappal meg a kéményseprő járt, de ő rendesen le is fialt oda. Hát én arra számítottam, hogy éjszaka fog fialni a mi ez? Féltékeny, az a neve, de mondom, elképzelhetek tartom, hogy napközben lefialt ide. De menjünk tovább. Mutatok egy érdekes dolgot. Nekem már fáj a karom. Jól van. Akkor jól van, ha fáj a karod. Nem tartod egy picit te? Nem. Dehogy is. Na, ezen most gondolkodnom kell, hogy mit csináljak ezzel a mi aranyvessző, azt hiszem. Például hát elmaradt a virágzása, mert nézd meg, hogy jutunk be a hát. Megint a földet filmezed. De, ne a földet. Pont a... Az a lényeg, a föld, hogy így megyünk be a lakásba. Rendben, sokáig szeretnéd még filmezni a földet? De tessé, így jobb. Nem tudom, hogy jobb-e. De a lényeg az, hogy így kell, hogy bejussunk egyelőre, de mondjuk olyan nagy eső, mert most, hogy kivágjam az egészet, vagy megritkítsam, még nem tudom, de nekem szimpatikus, hogy így át kell bújnom mindig. Mondjuk a másik oldalon... Hát, gyere, tovább, ezt így le kéne vágni. A földön, meg a bokrokon. Mutatok valamit. Kapu? Vagy mi? Nem. Mindig van valami alakulás. Most már el lehet mondani a témát. Bár most sem szabályszerű. Mutasd meg a kéménynek, a kéménynek a tetejét, mutasd meg, légy szíves. Igen. Látod, mi van ott? Itt valamit akartam csinálni, és így nyúlkálok össze-vissza, és így benne van az ujjam a kamerába, igen. Na, látod, mi van a kémény tetején? Hát valami fedő cucc. Hát becsomagoltam, meglepetés valakinek. Elajándékozzuk a kéményt. Okay. Dehogy is. Tegnap délután
Hát brutál, mint az egész országban. Este. Na jó, én mentem be. Igen, szóval? Brutális eső volt országszerte. És nálunk is. Üzemen kívül van már a kémény, így én elmentem hát egy 3-4 napja járdalapot venni a tüzépre. Egyébként a kedvenc szórakozó helyem a tüzép, oda annyira jó bemenni. Imádok a tüzépen kóvágni, mindegy. Elmentem járdalapot venni, és nincs. Tehát nem, azt mondják, hogy nem gyártanak járdalapot, nekik nincs. Most gondoltam arra, hogy elmegyek valahova, ahol sok járdalap van, például közterület, lopok egyet. Mert nekem oda föl kellett volna egy, tehát üzemen kívüli kémény, de vésztartaléknek a cserépkája jó. Viszont tegnap este annyi víz ömlött be, hogy tehát a fürdőszobába állt a tisztító nyíláson keresztül beömlött a víz, és tiszta kátrány volt minden. Úgyhogy ez, mivel ma is ilyen lesz az időjárás, gyorsan fölmentem, és így ideiglenesen megoldottam, de... Elvileg ma is ilyen lesz, de egyelőre sütő nap van, és... Jó, ez átverés. Jó meleg. Átverés, mert lehet igaz, mert tegnap is ilyen megnéztem volt. A radart, jön. Jön, és ugyanaz jön, mint tegnap. Igen, na, láttam. Én is láttam. Ideiglenesen megoldottam, és oda mindenféppen, tehát megvárom, míg a tüzépen lesz járdalap, azt mondták egy pár nap. És akkor elmegyek vásárolni, és annyi, hogy ráteszem, és egy kicsit oldalról megkerem. Kühülk! Gyere! Kuci, kuci! Már nyílnak a virágok itt. Minden nyílik. Színi. Már teljesen ki van festve amúgy a ház. Dehogy is. És hát nem úgy értem. Jó, hát az na. Itt tartunk. Majd a... Hát anyának a kezéből ezt nem tudom kivenni. Mármint itt innentől kezdtük. Hétfő reggel kezdtük, és most van szerda dél, és most itt tartunk. Eddig jutott el, hogy fölrak a... hát mi ez? Tetőcserék. Várjál, most valahogy úgy kell mutatnom, hogy látsz, hogy sehogy sem mutatni, mert... Amúgy itt most úgy van, tehát egy kis bemutató, hogy bejössz, és itt az asztal, itt a szekrény, itt a tűzhely, ott a hűtő, ott meg a mosogató, ami még nincs bekötve, ugye, és akkor a házban így kell elmenni be. Hát... Rettenetes állapot. Igen. És még ott hátul van ott az a fa. Hagyjuk. Akármi. A lényeg az, hogy kupleráj van még mindig, de a vége felé járunk már, hogyha ezt a... mi ez? Mozaikot fölraktuk, hát ma kezdtük el fugázni. A lényeg az, hogy eddig jutott anya, én most tovább fogom folytatni, de azt nem engedi, hogy én rakjam föl a tetőcserepet. Tehát ilyen törött tetőcserép. Most fugázom, meg majd mosom, és addig jutunk, meg nem tudom, szerintem holnap délelőtt fogunk végezni az egészet, utána jön a villanyszerelő, és ezt, amit két héttel ezelőtt itt elhívtuk, és ide felszerelte ezt, most majd így fekve át kell, hogy szerelje ide. Jó, én is meg tudnám csinálni, csak jobb, ha ő csinálja, meg ez nem anyagiabb kérdése, meg eleve egy csípemő, a villanyszerelő, tehát jobb, ha jön. Ja. Elfelejtettem mondani az előbb, gyere menj, nem is kell visszamenni, láttátok a kéményt. Hát basszus, mondtam, hogy ugye most már el lehet, tehát most már publikussá válhat, el lehet mondani nyilván, mosan. Az történt, hogy a villanyvezeték, ami az utcáról bejön, az régebben rálógott a kéményre, közvetlenül a kéményre, mert hát ugye mindegy, amikor épült az egész szarság, meg stb., akkor úgy oldották meg, de ugye az elektromos művek folyamatosan közlekedik autóval, fotóznak, mit tudom, és egyszer csak megálltak a házam előtt, és hát sajnos már meghalt az emberke, akiről szó van, és említem a nevét, nem az a lényeg. Menjünk ki a napfényre. Igen, már itt elég sötét van. Ja, menjünk ki a napfényre. Sőt, amúgy állványra csak is lehet tenni. Csak kérdezem, hogy... Állványra lehet tenni, hogy ne fáradjon a kezed. Gyere! Jó, oké. Csak kérdezem, hogy azokat a cuccokat, például az a kerék, azt leszetted a tetőről? Melyik kereket? Hát azt. Igen, az a tetőn találtam meg. És még mit találtam a tetőn? Azt is leszettem, ezt akartam neked mondani, a tető tele van a cuccaiddal. Tudom. Labdám? Ja nem, az valahol itt van. A rohadt életbe! Na, gyere! Te dálványra légy szíves, és akkor nem kell tartanod, illetve hát ha beviszed a bungiba, akkor onnan nincs szélzaj, de én még mindig napfényben vagyok. Várjál. Ülök, mert hoztam egy kis meglepetést. Igyekszem majd gyors lenni. Várjál. Pillanatot kérek. Tudom.
ez a vágatlan felvételeknek a hátránya, de megvan ennek az előnye is, meg a szépsége is. Elébb üljek? Hát... Ne zoomolgassál, jó? Nem mondjuk szeretem így a zoomolgatást. Tudod, miért nem szeretem a zoomolgatást? Mert néha Levente úgy szokta hagyni, és ha te veszed kézbe a kamerát, akkor bezoomolva filmeztek. És már csináltunk ilyet, hogy a film bezoomolva össze-vissza ugrált. Tehát én, ha zoomolok, mindig visszaállítom. Na mindegy, elmondom ezt a... Gyere, akkor ülj ide mellém, aztán majd a dobozt bontom. Csücs. Nem, ide ülök, így. Csücs. Ja, csücs, jó, de rád ülök, ha nem baj, mert... Ez te a fotelba akarsz ülni, és én üljek a pufra, ugye? Igen. Én vagyok az idősebb. Elvileg nekem kellene sokkal... Na jó, viszont így. Ha, ezt nem bírom nézni. Inkább eszél hagyom. Majd akkor én bontom ki. Arra kíváncsi, hogy úgyse tudsz róla mondani semmit. Ne! Még elmondok előtte valamit. Na, azért jó kamera ott bent, mert nem tudom, hogy benne vagyok-e, viszont nem olyan kemény ez, nem olyan kemény a szélzaj. Pillanatot kérek, de közben beszéld. Jó. Igen. Szóval az Ernőnek az autójait járkált, és egyszer csak megálltak a házam előtt, és nem is becsöngettek, hanem ugye az ember, aki már meghalt, sajnos ismerte a telefonszámomat, mert informatika miatt jártam hozzá sokáig dolgozni. Fölhív telefonon, itt ültem bent a műhelybe, éppen számítógépet szereltem, meg ilyenek, és egyszer csak mondja, hogy te, gyerek, gond van, hát ő idősebb jóval nálam volt, és azt mondja, hogy hát akár meg is büntethetnénk. Hát kimentem. Csak egy teherautó, egy ifa. Na! Kimentem is, kuci. Basszus, valamit innom kéne, megint kiszállt a torkon. Na mindegy. A lényeg az, hogy mondja, hogy a 220-as vezeték ráálló a kéményünkre, közvetlenül, tehát rajta van a kéményem. És ugye szabálytalan, ezt orvosolni kell. Kimentem és hoztak be ide a létrát, mit tudom, és akkor mondja, hogy hát ő túl idős, meg a kollégája is, ő biztos, hogy föl nem megy a tetőnkre. Tudod, szétszedni a vezetéket, meg annyit megtettek, az én kezdet mondták, hogy én megyek föl, minden szerszámot adnak, és folyamatosan adják majd az utasításokat, hogy mit csináljak. És annyit megtettek a kedvemért, gondold el, hogy kimentek az utcasarokra, és lekapcsolták az egész utcát, vagy valami ilyesmi volt, de az egész utcát áramtalanították a kedvemért, hogy nehogy véletlenül ugye áramütés szenvedjek, vagy stb. Fölmentem a tetőre, a létrájukkal, és folyamatosan mondták, hogy mit csináljak, igen ám, csak hogy nem tudták megoldani. Tehát hiába cseréltük le azt a szakaszt, amit ők javasoltak, nem tudom, úgyhogy ebben a pillanatban is, tehát ha valaki visszanézi egy pár perccel ezelőtt, ott van a kémény, és a 220-as vezeték, ami bejön a villanyoszlopról a házunkhoz, az közvetlenül neki megy a kéménynek, és a kéményen keresztül fordul be a házba. Lehet, hogy nem kellett volna elmondani. Leszarom. Én általában nem foglalkozok, megmondom miért. Ez nem az én felelősségem, nem az én dolgom, ez egy 50 évvel ezelőtt épült ház. Az most, hogy a mi tulajdonomba került, attól még ezt az Elmű építette ki. Illetve amikor idejöttek és lefényképezték, meg szóltak, meg fölhívtak telefonon, hogy menjek ki, az sem volt túlságosan szabályszerű, hogy engem küldtek fel a tetőre ezt orvosolni, megjavítani. Bár mondom, ezt már csak azért merem elmondani, mert egyrészt azóta is mászkált itt már az Elműnek a kocsija bőven. Tehát valószínűleg ők is tudják, hogy itt valami nem gömbölyű. De ezt ők csinálták, csak én általam. Na mindegy, leszalom, hogy ezzel ki mit akar kezdeni, érted, meg ki mit gondol erről, meg ki nézi meg éppen, melyik szakember, vagy villanyász, vagy mit tudom, melyik elműs. Jöjjön ide, csinálja meg, ez az ő dolguk, érted? Ugyanis a villanyoszloptól a háztetőig ez az ő felelősségük. Ők építették ki, ahhoz én nem nyúlhatok. Tehát meg se büntethet érte, hiába került a mi tulajdonunkba a ház. Ezt basszák meg, az kész. Ennyi. De egyébként, ha bármelyik ide meri úgy tenni a lábát, érted, hogy elkezdít nekem lázadozni, meg fenyegetőzni, itt a helyben a kapu előtt fogom elásni. Abba biztos lehet. Tehát nekem már rég lejárt a türelmi időm. Tehát bármelyik állampolgárral bármit meg lehet tenni, kivéve velem, mert én ilyen... Minek szokták hívni? Outsidernek hívni, törvényen kívüli. Lehet kivontani a csomagot? Lehet. Na, jöjjön, tessék, bonts ki, te aztán majd... Kíváncsi vagyok a véleményed, hogy mit találsz. Te tudod, hogy mi van ebben? Fogalmam nincsen.
Hát ez az én varázsdobozom. Tulajdonképpen lefedi az egész életemet. Ez olyan, mint az enyém 18 éves gyerekkel, munkakönyv. Nekem munkakönyv és Magyarország címere a régi. Jaj, mi volt az utolsó munkahelyem? Pályakezdő, 1985. Hát nem is tudom, valahol 1990 környékén leléptem egy munkahelyről, és ott is hagytam a munkakönyvemet, és évekkel később tudták utánam postázni. Hát ez, hogy még mi a bánat ez? Vizsga? De miről? Milyen kövér voltam? Igazolás? De miről? Ja, Vöröskereszt. Na, ebbe tudod mi a legszebb? De legalább már megvannak az irataim. Megint egy igazolvány, de miről? Na, ez... Miről is? Ja, miről is? Bizonyítvány? Ez általános iskolai tanuló. Nem áll! De nézd meg, én jó tanuló Hoppá. Voltam. Hát, sokkal érdekesebb dolgok vannak ebben. 1906-ban... Ja, hogy születés, jó. Születési Gyula. Születési ideje 1967 évi december hó első nap. Anyanyelvem magyar, ha nem magyar anyanyelvű, beszélem magyarul. Milyen idegen nyelvek? Állj, ez egy rosszar! Hagyjál már békén, ez nem is kell. Ezt figyeld! Te most érted, ilyen száraz dolgokat olvasol fel. Ezt figyeld! A saját kézírásommal 1990-ből a témának az ember, aki a világ elpusztításával fenyeget, nincs figyelmeztető lövés, csak aktivizálás. Fejlemények katonailag, politikailag, és ott egy felkiáltója, kidolgozni! Akkoriban írtam nagyon-nagyon sokat, és azt mondja, napi 24 órát a levegőben tölteni, felugrással röviden kidolgozni, esetleg más témába be... Ez eszméletlenül tele van ilyen jegyzetekkel. Várja. Telefonszámok. Te most ez mit szeretnél? Első B, második B. Jó, oké. Ez hanyas év? Ez nézd meg a 8. osztályt, az kész. Ott már volt valami. Várjál, de elolvasod. Ajajaj, esküvő, ültetési rend. Ülteti? Persze. Az esküvőnk anyjával. Úristen. Jaj, ennek anya örülni fog, ide néz. Kotta, és mi lesz a vége? Ezt megmutatom. De majd mutatok mást is. Lehet, hogy egy-két régi filmképet. Ilyeneket rajzoltam régebben, nem tudom mennyire látja ezt a kamera. Kotta, ami belefordul egy könycsebbe. Orosz nyelv. Két könycsebb. Hát, ha ez egy ilyen stilizált könycsebb. Lehet ezt egyáltalán látni? Na milyen volt a hetedikben, amilyen én most vagyok? Hetedikben? Mi az már? Magatartás változó. Hát változó voltam, persze. Szorgalom változó. Magyar nyelv és irodalom elégséges. Kettes voltál? Hát, ha megnézed előtte, nekem hetedikre, nyolcadikra leromlott az... mindenből a jegyem, mert elkutyultam nagyon. Nagyon-nagyon. De én mindenből nagyon jó... Állampolgári ismeretek. 7-re, 8-ra kész, végem volt. Nagyon rossz gyerek voltam már. Na, én keresek valamit. Testnövejéből, én is közepes vagyok. Hát azért énekből elégségesnek lenni, hát ez... Ugye, megvan. Meg is találtam. Hagyjad. Ez a lényeges nekem. Emiatt kerestem még az egész doboz. De egyébként tele van például... Bírósági tárgyalásom? Másfél év börtön felfüggesztve meg, stb. Baboskendő! Ez kiesett a behívómból. A behívó itt van, Nagyferó aláírta. Itt lesz valahol. Behívó. Katonai behívó. Na, ezt például megmutatom. Lemezborítókat terveztem. Erre Böce emlékszik egyébként ezt, hogyha... De várjál, ki az a Böce? Böce? Nem tudod, ki az a Böce? Hát már volt itt nálunk. Gyerekkori haverom, együtt nőttünk fel. Ezt ha Böcének megmutatom, azt hiszem, hogy azért fog erre emlékezni, mert együtt dolgoztunk a Hungaro Kézinél, és akkor és nézi a zenéket, meg ilyeneket, meg mindegy, három darab lemez részemről, és a borítók. Hát megpróbálom közel hozni, hát lát belőle valamit. Na mindegy. Hát ez volt a kerékpározáshoz, ezt csináltam. Faszta, de hát ezekről már nem is tudok semmit, ez már csak a lemezborítónak a mintája marad. Hát katonai fénykép, egyel már. Na jó,
katonai fénykép, ha már előkerül, de én ezt nem veszem. Ez a katonaságnál készült a naptár, hogy mikor engedtek haza, szinte soha. Pálcás Turmix. Termék skálán. Jézusom. Benjo, ez a lényeges, a naptár része. Pirossal jelölve, hogy mikor engedtek haza. Soha szinte, alig. Szinte alig, nincs benne. 1988, alig van benne olyan, hogy engem elengedtek haza. De ezt figyeld, kérdezte, ezt tudod, hogy mi? Nem. Azt mondja, hogy leszerelés előtt ezt körbeadtam, ezt a kis füzetet, és hát vele kezdem. Aztán Csepelényi Tamás, szinte mondhatom a nevét, hát ő... De miért adtad körbe? Hát azért, hogy mindenki, aki velem kapcsolatba került a katonaságnál, és úgymond valamilyen szinten azért jó viszonyban voltunk, és számított rá, hogy hosszú távon is lesz kapcsolatunk, ami boríték voltam már akkor, és így is történt. Tehát itt van például Csepelényi Tamás. Odaadtam nekik, hogy írjanak bele valamit, vagy rajzoljanak bele valamit. Na most hát ő például azért érdekes számomra, mert nem is akkor ismertem meg igazán a katonaságnál, hanem mostanában, ahogy követem, ugye, hogy világháborús fegyvereket gyűjt, meg relikviákat, egyenruhát. Music Selection by Zvolo. Régen nem Guga volt a becenő, hanem ez Zvolo a vezetéknevőmből adódóan, ez Lenszky. Na, várjál, ez! Várjál, még, egyet még, hogy olvasok fel belőle. Designed by Zelenyánszky Zoltán. Hú, nem tudom ki ő. Szerintem ő grafikus lehetett a cégünknél. És baj, nem ugyanaz volt a neve, mint neked. De micsoda hülye részletekben mész bele, honnan tudjam ezek? 1990-es történetek. Igen, ez meg az én logóm. Tehát ezt mindenhova is használom. Ezt majd fogjátok még látni. Na, itt tartunk, hogy Csepelényi Tamás! Igen. Világháborús, első világháborús, második világháborús dolgokat gyűjt. És amikor neki ezt odaadtam, hát ugye a neve egy gitár. De ilyen megmutatom, mert lehet, hogy ez neki is újdonság lesz. Azt mondja, bölcsek fegyvere, ezt írta bele, bölcsek fegyvere a hallgatás, ezért nem írok neked semmit. Kívánom, hogy a jövőben kevésbé legyél különc és provokáló természetű, mert így kevesebb pofont kapsz az élettől. Ja, ezt nem is ő írta, hanem a Rónyai Sanyi. Ja, Csepelényi csak ennyit írt. Megmutatom, tessék, Csepelényi csak egy gitárt rajzolt, vár így, hátha, meg valami szimbólumot. Na mindegy, ezt körbeadtam, és így tele-tele írkálgatták mindenki idézetet, bölcsességet, stb. És én ezt megtartottam a mai napig. Szóval ez a doboz eszméletlenül úgy tele vannak az 1990-es évek beli dolgaimmal, meg ugye az azt megelőző dolgaimmal, és hát ebből a füzetkéből egy csomó ember még mindig az ismerősöm. Na, hátha megtalálom a behívót. Csak egy pillanatra áttúrom. Ő például meghalt, leszereléskor. A leszerelés napján kiment a laktanyából, és autóval ütköztek. Annyira... az első naplóm, tessék, olvassál bele. A legeslegelső, 1990, szó szerint. Balasérmot vár, Budapest autóbusz. Jaj, leírtad az összes... Basz meg, Böce! Hát ő az! Aha. Nézd meg, hogy öltözködtünk régen. Hülye vagy? Nekem is csak ilyen fotóim voltak. Várjál! Ez Böce, a haverom. Nagy műbőr Jacky, műbőr Jakó. Meg szegecselt bőröv, szegecselt derékőv, szegecselt ilyen kar, akármilyen. Citromsárga, fekete, csíkos, gatya. Várja, ezt nem tudom mi, de ide van írva olyan, hogy 160-1809, köröm, aranyért, szemölcs, lézeres, eltávolítása, sebészet. Dr. Stefán Zsolt. Jól van. Nyaraló. Keresél valami érdekesebb dolgot, ne ilyet. Nem biztos, hogy meg fogom találni a behívómat, egy kicsit turkálok benne. Júj, bakker, ide néz. Hát ez még a... Még annál is elsőbb naplóm, a legkisebb. Ú, basszus, ez valamikor, mikor Pestre költöztem a munkásszállón. Ott írtam. Nézzél bele! Na,
Aj, hát ha megtaláljuk. Tudnál nekem mennyi naplóm van egyébként, amiben írhatok, meg ilyen naptár, meg ilyesmi. Van egy csomó, és egyikben is sem írok semmit. Van kettő, amit tombolán nyertem, az egyik az ilyen virágos lányos tud, csak nem bár, hanem fiú nyerte. Szóval elég ebből. Itt, másik haverommal, hát ezt nem közel hozom így, Kis Tamással, egy esküvőn voltunk, tönkretettem majdnem az esküvőt, a mennyasszonynak a ruháját fölvettem. Azt sem tudom, hogy hol voltunk most így hirtelen, valahol a Tisza környékén, és ez másnap reggel készült, ez a fénykép a mennyasszony szobájába. Ott vettem fel a mennyasszonynak a ruháját, illetve az apukájával, hát az apukája az nagyon bebaszott kora reggel, aztán kihívott engem így a kukoricásba, és talán elmenekült a felesége elől, és mentem vele, hülye fejjel, és hát hozott egy liter pálinkát magával, és azt ott ketten megittuk a kukoricásban. Atya ég, mik vannak itt, hallod? Hát ez... Már nem találom a behívót. A behívónak a lényege az, hogy mentem mondjuk, hogy szerdán katonának, kedden este, ezt hagyjuk. Ez lényegtelen, teljesen... De én meg akarom nézni! De nem szeretném, hogyha erről beszélnék. De nem beszélt róla, nem. Szóval, Beatrice koncertre mentem el, bevonulás előtt, és onnan elvittek a kórházba, Beatrice koncertről, de Nagy Feró aláírta a behívómat, meg is tartottam, nem adtam oda, nem adtam le, meg is gyújtottam a behívót, meg adott egy ilyen pici baboskendőt, azt beleraktam. Szóval megvan a behívó, itt van valahol, csak most közben más is turkálok. Hát, basszus, ez már nem is böce, hanem csiga. Hát ide, megmutatom. Csiga, azóta se láttam szinte. Csiga az esküvőn. Eszméletlen sok fénykép van benne. Egyébként nem is lehet bekénzkenelni. Borulat még rendesen a partja felnézel. Ezt tudom. Mindjárt szakadni fog az eső mindjárt. Na jó, megteszed nekem azt, hogy júj, micsoda durva felhő. Na ebből lesz égzengés mindjárt. A tegnap is volt rendesen. Persze. Ebből lesz égzengés. Aztán utána kapcsolnánk ki, légy szíves, jó? Hát azért ez... Jó, hát ez filmből ez annyira... Fekete, ez fekete. Ez filmből annyira nem látszik, de már esik is amúgy. Aha. Az előbb rám cseppent egy csepp. Nem baj, nem várjuk meg, mik jó, szabad. Jó, tehát ez most filmből annyira nem látszik, de amúgy itt már iszonyatosan szürke. Kapcsolt ki, légy szíves, látok már felhőt.